Szeretettel köszöntöm az Irányvonal nézőit. A mai kérdésünk az Új Szövetség egyik igehelyével, János Apostol első levele 3. fejezetének a 16. versével kapcsolatos. Azt olvassuk, hogy arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. A kérdés pedig így hangzott, hogy hogyan is adjuk a mi életünket a testvéreinkért. Nagyon talányos, valami egészen komoly, súlyos gondolatot is ízleget az ember ebben a mondatban, hogy életünket adjuk testvéreinkért, kötelességünk, vagy azzal tartozunk, különböző biblia fordítások eltérő módon adják vissza, de hogyha persze meg akarjuk fejteni, hogy mit értett ezen az apostol, akkor ma sincsen más dolgunk, mint megnéznünk a szöveg környezetét ennek az igének. Így olvashatjuk a korábbi versekben már a 11. verstől a szerző szavait, mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Kain, aki a gonosztól volt és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mivel az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Aki gyűlöli testvérét, az embergyilkos, és tudjátok, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete ő benne. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a testvéreinkért. A magyarázatban az apostol két irányba mozdul el, és ezzel segít nekünk is megérteni ezt az ige verset. Azt mondja, hogy az üzenet lényege, hogy szeressük egymást. Ez kellően rövid és frappáns összefoglalója akár annak a kérdésnek is arra adott válasznak, hogy mi is az élete értelme, hogy szeressük egymást. Majd elmondja, hogy van ezen az úton egy nagy-nagy probléma velünk, mégpedig az, hogy az emberben a szeretet nem alapvetően a szívéből fakad. Ez nem valami könnyen megélhető magatartás, viselkedés, érzés vagy indulat, hogy egyszerűen szeretem a másikat. És éppen Kaint hozza fel, aki nem kellően elborzasztóan, nem is lehet erről beszélni, hogy a saját testvérét képes volt féltékenységből, irítségből, büszkeségből elpusztítani. Talán nem így akarta, de a gyűlölet gyilkos mozdulattá vált Kain esetében. Tehát az apostol azt mondja, hogy létezik a világban a mindennapok bűne, a gyűlölet és a gyűlölködés, ami végső soron csak egy lépésre, egy mozdulatra van az élet kioltásától. Emlékezzünk Jézus Krisztusnak a 10 parancsolat magyarázatára, ami a hegyi beszédben olvasható a legrészletesebben, amikor azt mondta, hogy ha valaki a szívében haragszik, vagy rosszat mond, vagy rosszat gondol, akkor az méltó a törvényszékre, akkor az méltó a legsúlyosabb ítéletre akár Isten szemében. Az apostol tehát arra bátorít bennünket, hogy vegyük fel a harcot a gyűlölet törvényével, a hétköznapoknak ezzel a szomorú, tragikus törvényével. Nagyon érdekesen hozzáfűzi azt is, ami abban a korban sajnos egyáltalán nem volt érdekes, hogy az apostolok a környezetükben, a gyülekezeti életükben is folyamatosan találkoztak a keresztény mártíromsággal. Azaz, hogy az ő hitükért, mondja is az apostol, ne csodálkozzatok, hogy a világ gyűlöl benneteket, szóval, hogy az ő hitükért az életükkel fizettek. Minél jobban szerettek, minél kedvesebben éltek, annál inkább kilógtak a sorból, nincs ez így ma sem, nincs ez máshogyan ma sem, annál inkább kilógtak a sorból, és tapasztalhatták azt, hogy a világ gyűlöli őket, mert miért akarsz te jobb lenni, mint mi? Azt hiszed, hogy te már szent vagy, vagy nem tudom én milyen megjegyzéseket, nem csak hogy kaptak, de bizony köveket, fenyegetést, fegyvert és halálbüntetést is el kellett szenvedniük. Az egyik irány, amit tehát jelent ez az igevers, az apostol értelmezése szerint az, ahogyan meg akarja erősíteni a testvéreit, hogy ne lepődjenek és ne csodálkozzanak meg azon, hogy például a 12 tanítvány, az apostolok nagy része nem természetes halált halt, hanem éppen János evangélista kivételével nagyrészt mindannyian erőszakkal múltak ki, erőszak által. A Timóteusi levélben Pál apostol is szól erről, amikor azt mondja, hogy akik kegyesen akarnak élni a Krisztus Jézusban, azok üldöztetni fognak. Ma legalábbis Európának ezen a felén más időket élünk. És ezért is érdekes és tanulságos kérdés, amit a kedves nézőnk felvetett, hogy hogyan adjuk életünket a testvérünkért.
Az apostol a 16. versben a gondolatmenetet folytatva két dologra hívja fel a figyelmünket. Van, aki szeret, az Isten, és őt arról ismertük meg, hogy az a szeretet az önfeláldozó szeretet. A mi esetünkben pedig ez azt jelenti, hogy odaadni az életünket. Na de mit is jelent ez? Nem mártíromságot, hanem a hétköznapokban megmutatkozó, fáradozó, önfeláldozó szeretetet. Az önfeláldozás ebben az esetben leginkább azt gondolom, hogy olyan szívességeket, olyan szeretetkifejezést, olyan szolgálatot, vigasztaló szavakat vagy bátorítást, kisebb-nagyobb tetteket vagy tevékenységeket, jó szolgálatot, ajándékot vagy bármit jelenthet, amivel az ember a híres Gary Chapman féle öt szeretet nyelv egyikével szeretetet fejezhet ki a másik felé. Mert hogyha a gyűlölet az élet kioltás törvénye, akkor a szeretet törvénye az életadás. Egy érzelem, egy tett, egy szó, egy tekintet, egy szívesség, bármi, amivel a másikat megerősítem. Ez mind életadó cselekedet. Ez mind azt jelenti, azt fejezi ki az ember részéről, hogy adok magamból, adok az időmből, ez a legdrágább, ilyenkor magából az életünkből áldozunk fel, hiszen hogyha valakire rászánok naponta 5 percet, vagy hetente 1 órát, akkor az életemnek, annak az összbruttó perc, óra, nap, év, évtized életemnek egy bizonyos részét kizárólag figyelemmel ráfordítottam. Igenis, feláldozhatom az életemet. Valljuk be őszintén. Sokszor könnyebb lenne mártírnak lenni, mint valakiért szeretettel időt feláldozva szolgálni. Inkább belehalnék, csak ne kéne vele találkoznom, vagy türelmesen hallgatnom az ostoba dolgait, vagy jaj, de szeretetlenek tudunk lenni olykor. Szóval az apostol erre hívja fel a figyelmet. A mártíromság a hétköznapok önfeláldozását jelenti ma a számunkra. Hogy odafigyelünk, hogy időt, a javakat, energiát, fáradtságot, figyelmet nem sajnálva nyitjuk ki a szívünket, az érzéseinket, a gondolatunkat a másik ember felé. Megjelenik ez a következő verseiben is a szakasznak, hiszen azt mondja az apostol, hogy akinek van megélhetése a világban, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, hogyan maradhat meg abban az Isten szeretete? Milyen érdekes, azt mondja, a másik szükséget szenved, és bezárja előtte nem a pénztárcáját, azt mondja, nagy baj ott van, hogy a szívét hogyan maradhat meg abban az Isten szeretete. Vagy a következő gondolata, ami az egész gondolatmenetet összefoglalja. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is csak nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Krisztus önfeláldozó szeretete. Megnyilatkozhat a hétköznapoknak azokban a bátor döntéseiben, amikor nyitott szívvel fordulunk oda a másikhoz. Istenem, taníts, hogy most valahogy a javára váljak. Kedves embertársam, azért vagyok itt, hogy teljesen rád figyeljek. Isten adjon ebben minél több jó tapasztalatot, előmenetelt fejlődés, növekedést, örömet és békét. Úgy legyen.